bemutatom, mi is az a nappali ismerkedés valójában, méghozzá egy rejtett kamerás videóval, ahol is meg fogom mutatni, hogy mit csinálj egy olyan helyzetben, hogyha veled szembe sétál egy lány, jelen esetben egy bevásárlóközpontban, de ugyanúgy működik, fogunk példákat mutatni persze arra, hogyha mondjuk utcán, és meg kéne szólítani, de nem tudod, hogy mit mondjál neki. Be fogom mutatni a videó, hogy hogyan állítsd meg, mit mondjál neki a megszólításkor, hogyan kezdje beszélgetni vele, ami sok embernek probléma, hogyan beszélje vele egy találkozót, és hogyan kérd el a telefonszámát, úgyhogy lássuk a videót, remélem, hogy tetszeni fog. Bocsánat, ne haragudj, meg egy pillanatot kérek, ne haragudj, tudom, hogy remélem, hogy ez itt nem fog túljelenni, csak itt kicsit korábban a gondolatban, és meg akartam mondani, hogy nem tudom, valahogy egy nagyon-nagyon cuki aranyos csajnak tűnt ér, és volt bennem egy ilyen, nem tudom, szkeptikus hozzáállás, nagyon komolyan ment, hogy végig mondom, csak hogy így, nem tudom, rossz napod van, vagy fájom meg, vagy nem tudom, de valahogy egy ilyen nagyon tudom. Mindenkinek ez az érzés, és így nehéz túljelni. Ja, de nem tudom miért. Majd lehet, hogy itt a bevásárlók központban valahol. Tényleg? Nem tudom, de valamilyen tűzre jöttem. Nem ismerem ilyen, csak nem tudom, így születtem. Nem tudom, pedig valamiért meg is értem, de nagyon sok embert látok, hogy ilyen volt, ilyen arrogáns tekintettel, mert hát így el van szállva, de róla is így totálisan volt. Nem tudom, mondom, úgy voltam vele, úgy is várok egy barátommal, egy kis idő mondom, csak nem lesz elég két órát ott ebbe a boly. Nem is veszem még a márkát, de... Láttam, hogy így időt voltál, vagy anyáknak? Igen. Én gondoltam, hogy így van. Olvasgatok, a legújabb szakácskönyvet emettem a nyilván, egy kisztán, csak valakit. Keresztél nagyon szeretni olvasni, úgyhogy neki is könyvet vettem, úgyhogy ezért szaladtam. De is szoktál? Olvasni? Hát... Hát nekem csak ki vannak készítve, mert most inkább csak én azt gondoltam egyébként, gondoltam, hogy nagyon sportosnak tűnik. Igen, most is csak is felhetettem, amit. Én próbáltam így, amikor így gondoltam, hogy ide jövök hozzá, hogy próbáltam magamra valamit kialakítani, hogy milyen csaj lehet, hogy olyan karaktert, hogy igaz-e vagy nem. Ne csak így oda jövök, hogy nem tudja, jó csaj vagy csaj. Nem, valami. Most elmegy a hatással, hogy most volt egy kis kérdés, amit én most inkább ez a Balaton, úgyhogy... Itt a Balaton? Itt a Balaton. Hát egy csapattal körbe futom a Balaton. És ugye egy 30 óra limit van rá. És ugye most a csapatkapitány. Kettőszer kilométer. Imádok sportolni, minden nap sportolok én is. Hát csinálom ezt a tagmagát, nem tudom, hogy nem védelmi sport. Na, még nem tudom. Még egy karatékony tudok ismerni. Meg egy ilyen fegyelmezés, vagy valamit, az is ismerjük inkább pasiknál. Igen. Az úgy jó, tehát ugye elgondolnak. Egykezes gondolkodások, fekvőtámasan gyerekek oda jönnek mindig, hogy olyan, mi ez a bácsi, de jó, hogy föl tudom lenni a belsőről. Sokkal fiatalabb vagyok. Igen. Miért pont a futás? Kocsiai kettőnök, hanem is száraz volt. Spártár részen is kettőnkülni, és ahhoz szoktam. Ahhoz kezdtem. Azonnak a kis kárnyát számát töltjük, hogy nem lesz. Oké, figyelj, lenne, ha azt csinálnánk, hogy nem akarok talakodó lenni, hogy cserélni a számot, nem fog viszni a telefonodban, nem vagyok 14 éves, hogy kivogassal az, meg ilyen hajnali kettőtől mi a kedvenc szóról, hogy még egy ilyeség. És akkor nem tudom, valamikor holnap délután, ha jönnek a földig, akkor csak fogok megkezdődni. Jól van. Ne neves meg nekem, ilyen régi telefonom van, nem szeretem az okosan. Mi az így? Tudod mondani akkor? Igen, 30-es. Na, nem, a lassú vagyok. Igen. Jó van, hát
valamikor összeegyeztetik, elfogja az emberek, hogy mondjuk. Hát igen, igen. De örök, hogy vettem a fáradtságot. Örök, hogy